Üdv mindenkinek, Réka vagyok, visszatértem, és örömmel mutatom be nektek az első challenge videómat. Na de mi is az a challenge, és mitől olyan izgalmas? A balesetem óta folyamatosan keresem az olyan lehetőségeket, amik még nyitva vannak számomra, az olyan tevékenységeket, amiket még meg tudok csinálni műlából is. Elhatároztam, hogy időszakosan kihívásokat állítok magam elé, ezeket jól felveszem mindenkinek, magamnak, nektek, és ezeket leadom kihívásos videók formájában, hogy egy kis motivációt csempészek a mindennapjaitokba. Nekem mindenképpen jó szórakozás, remélem nektek pedig valami extra pluszt jelent. Sokak ajánlására én is jelentkeztem az idei 10. Paracsecki kupára, Dunaharasztiba. Ez a rendezvény főként azoknak szólt, akik a mindennapokban más élet körülmények között élnek, például hallássérültek, mozgássérültek, de igazából bárki bármikor bejöhetett a rendezvényre. Először is, milyen érzés jetskizni? Aki még nem vezetett motort se, például én, annak egy egészen új világ nyílik meg. Az irányítás pikpak meg lehet szokni, de nagy sebességeknél már annál nehezebb megmaradni rajta. A versenypálya tel is tele volt éles kanyarokkal, amiket nem mindig tudtam jól bevenni, mert egyik oldalon ugye hiányzik a lábam, ott nem tudtam ellentámasztani. Látni is lehet a nagy bakikat időnként, az első köröket gyök-2-vel tehettem meg, viszont a 4.-5. menet után már le se akartam szállni a jetskiről. A versenyben valószínűleg tök utolsóként végezhettem, de annyira fel voltam fűtve az egész jetski élménytől, hogy egy percig sem érdekelt a helyezésem. A többi versenytársam elképesztő időköröket futott, szinte már profi szinten.
leszögezve mindent, egy remek hétvégén vagyok túl, tele élményekkel, és végre van egy kis színem is. A flyboardba első látásra beleszerettem, annyira jó érzés volt kiemelkedni a vízből, mintha repülnék. Igaz, hogy csak bokáig tudtam maximálisan kiemelkedni, de kétszer is sikerült, és legközelebb úgy programozzuk majd be a lábat is, hogy ne hajoljon be csak egy bizonyos fokig, hogy meg tudjam tartani az egyensúlyomat is. A következő videóban pedig picajra pattanok, és körbe tekerek egy nagyon szép tavat. 2 hét múlva újra találkozunk.